John Richards több mint 30 éve fodrász. Egy sikeres szalon tulajdonosa volt a 90-es évek végén, de elkövetett egy becsületes, bár igen költséges hibát. Az adóhatóság átminősítette a fodrászait alkalmazottakká. Így a fizetésükből adót követelt vissza. Amikor a fodrászok megtudták, hogy nem lehetnek többé egyéni vállalkozók, ott hagyták. Hatalmas volt a bérleti díj, $2200 egy hónapra, és ott hagytak, egyedül maradtam. John elvesztette az üzletét. Ezután kezdett el hitelkártyákat használni, hogy legyen mivel fizetni a számlákat. 2002-re John és felesége Lanette már $52,000 adósságban volt. Akkor voltunk a legmélyebben. Mindig tudtam, hogy Isten a gondunkat viseli. Mindig biztos voltam ebben. Mégis nehéz volt. John és Lanette 1983 óta adakoznak a 700-as klub számára, nehéz anyagi körülmények között is. Egy dologhoz ragaszkodott Lanette, amit soha nem hagytunk abba, a tized fizetést. Tisztelnünk kell az Istent, tisztelnünk kell őt, bármi is történik. 2002-ben anyagi csodáért kezdtem el imádkozni. Minden nap, minden reggel imádkoztam, hogy Istenem, csodára van szükségem. Egy délután a 700-as klub adását nézték, és együtt imádkoztak Petter és Gordonnal. Pat befejezte az imát, semmi sem történt. Megrántottam a vállam, és lehajtottam a fejem. Rendben, uram. Aztán egy érdekes dolog történt. 4 perc volt még vissza az adásból, és Gordon azt mondta, hogy bocs, apa. Van valaki, John, aki anyagi csodáért imádkozik. Isten meghallgatta az imáját. Mi? Ránéztem a feleségemre, és azt kérdeztem, mit mondott? Egy kicsit bizonytalan voltam, de Isten időről időre igazolta magát. Néhány hónappal később az anyagi csoda kezdett megvalósulni. John elment a régi üzlete mellett, és látta, hogy üres. Azonnal felhívta a tulajdonost. Olyan árat mondott, ami kevesebb, mint a harmada volt annak, amiért imádkoztam. Mondtam neki, hogy Cliff, ellenőrizd le, mert ez túl szép, hogy igaz legyen. Másnap vissza is hívott, hogy nem annyi, hanem $600 egy hónapra. Én rávágtam, hogy kiveszem. Ez volt a kezdete az anyagi csodánknak. Az első 2 évben megdupláztam, amit az előző évben kerestem. 2005-re visszafizettük az összes adósságunkat. 2006-ban kezdett igazán szárnyalni az üzletem. Az egyik évben, azt hiszem 2007 volt, szerény $400,000 kerestem. 2008-ban azonban a tőzsde mély repülésbe kezdett. John legtöbb kuncsaftja jelentős összegeket fizetett hajhosszabbításért, de ahogy a gazdaság gyengült, nagy részük nem jött újra. Úgy tűnt, John megint elveszítheti a szalonját. Újabb csodára volt szükségünk, ezért imádkozni kezdtünk. Ekkor döntöttük el, hogy növeljük az adományainkat, mert Isten beszéde azt mondja, hogy adjunk. Azzal a mértékkel, amivel adunk, azzal fogunk kapni is. Szóval így tettünk. A következő nap el is kezdtünk így adakozni. Az üzlet újra beindult. 2012-ben aztán valami egészen csodálatos dolog történt. Februárban eljött hozzánk egy lány, Becky volt a neve. Hajhosszabbítást szeretett volna, de senki sem tudta megcsinálni. Én vagyok az egyik a 2 ember közül, aki képes hajhosszabbítást csinálni kemoterápia után 3 centiméteres hajjal. Ez is Istentől van. Csak Isten tud ilyet tenni. A helyi média felkapta Becky átváltozását. Kiment a YouTube-ra és a Facebookra is. Aztán gyorsan elterjedt a hír. Jöttek hozzám Perúból, Belgiumból, Ausztráliából, a Fülöp-szigetekről. Már a következő évre ad időpontokat, ő és Lanette pedig továbbra is támogatják a CBN szolgálatát. Nem arról van szó, hogy Istennek kell a mi pénzünk. Ez azért van, mert engedelmeskedünk a szavának. A mi áldozatunkat használja Isten. Másoknak segítünk és önzetlenül adakozunk. Nagy öröm adni. Sikeres életre vágyik? Adjon. Nem tudom elmagyarázni, nem tudom, hogyan működik, de ez Isten szabálya. Adj és neked is adatik.